Ha rátekintünk a családra, el kell mondanunk, hogy Szűcs István vallás- és közoktatásügyi minisztériumban volt köztisztviselő, majd pedig népiskolai oktatásért felelős helyettes államtitkár. Idősebb Antal József, a veje, jogász, államtitkár, újjáépítési miniszter, nevéhez kapcsolódik ugye az első létminimum számítás, és hát ugye menekültügyi biztosként is ismert. Ilyen családi előzmények mellett hogyan nézett ki a Antal József által vezetett családi ebéd? Hogyan lehet elképzelni a gyermekkorodat? Jó estét kívánok! Köszönöm, hogy itt lehetek. Hát ugye ez úgy volt, hogy egyszer édesanyám, aki mindig a fiainak az érdekeit meglehetősen szem előtt tartotta, mondta, hogy hát akkor már tinédzserek voltunk, hogy hát Jóska, ne beszélj folyton te, hagyjad, hogy a fiaid megnyilvánuljanak. És akkor apám egy karácsonyi egybéd, amikor összejöttünk, vagy tizenvalahányan, viccesen az ebéd után mondtam neki, hogy na, milyen szokatlanul keveset beszéltél. És akkor mondta apám, hogy hát igen, de hát anyád mondta, hogy hát keveset szólaljak meg, és hát akkor hagytalak benneteket beszélni meg, de. És akkor eltelt pár hónap, jött a húsvét, és a Jeszenszkinek a film felvételét visszanéztük, és hát végig apám hangját lehetett hallani. Tehát, hogy nagyon erősen, még nagyapám idejében is, igazából ő volt a családfő. Tehát nálunk örökké politikáról volt szó, mindig értékelte gyerekkoromban apám és a nagyapám a adott politikai helyzetet, és mindig a nagyanyám, aki ő volt mindig a kommunista rendszerrel szemben a legkevésbé kritikus, és amikor így vicceltünk vele, akkor ő azt mondta, hogy hát ő átélt két világháborút, és megbocsájtóbb a Kádár rendszerrel. Szóval, hogy, de örökké, és amikor már Jeszenszky Géza is a családhoz tartozott, akkor hát ő is azért belefolyt ezekbe a politikai beszélgetésekbe. Megütötte egy szövegkörnyezet, vagy egy gondolatod a fülemet, hogy idősebb Antal József mellett is úgy láttad, hogy édesapád az, aki viszi a családnak a központi szereplője? Tehát jól értem? Igen, hát apám egy dominánsabb személyiség volt, mint nagyapám. Nagyapám ugye 1896-ban született, és az 50-es évek elejére ő befejezte az aktív pályafutását. És én arra emlékszem, hogy otthon ült a fotelbe, egy kicsit szunyókált, tanított latint, németet és oroszt, és arra nagyon élesen maradt meg nekem, hogy akkor még ott laktunk a Ferenciek terén, ugye a Kárpátia fölött, hogy jött egy lengyel tévétársaság, és hogy a nagyapámmal forgattak filmet, és hogy hát mi lehet érdekes a nagyapámba, amiért ide jön egy lengyel tévétársaság, ugye akkor 6 éves voltam, 5-6 éves, hogy aki ül egyébként a fotelbe és németet tanít. Tehát, hogy mi az ördög lehet érdekes benne, mert hát ugye gyerekként a menekültügyi kormánybiztosság, meg ezeket nem tudtam. Mikor kerültek ezek szóba? Mikor szembesültél nagyapám, azzal? Nagyapám nem mesélt róla, csak az első világháborús élményeiről. Apám mesélt róla, amikor már ilyen kis tinédzser korunktól. De akkor már nagyapám nem élt. Érdekes ez azért, mert édesapád visszaemlékezéseiben léptem nyomon előjön, hogy ő neki a édesapja mesélt, ő neki az édesapjának az ő édesapja, tehát hogy az Antal családban folyamatosan jelen van az, hogy a egyik generáció a másik generációnak mesél történeteket. Tehát ezért kérdezem, hogy idősebb Antal József számotokra nem mesélt el, hogy ő mit élt át. Én nekem például az nagyon élesen megmaradt a fejemben, ugye 74-ben, amikor Jupa meghalt, akkor voltam 10, hát akkor a 8 éves korom körül mesélt az első világháborúról,
és arról, hogy ő mint lövész kilőtt egy orosz katonát, tehát fejbe lőtte magyarán. És hát ugye azt Juppa, akit családban Juppának hívtunk, azt mondta, hogy ő egész életébe kísérte az, hogy a lövedék becsapódott a fejébe, és a világos kék szeme nézett fölfelé az ég felé. Uh-huh. És én nekem meggyőződésem, hogy ez az élmény, ami ugye hát katonaság, háború, de hogy ez az, hogy ő egy humanista volt, meggyőződésem, és hogy mentett zsidókat, lengyeleket, franciákat, sok mindenkit, ez kísérte egész életében. Tehát lehet azért vette annyira komolyan a menekültügyi feladatkörét, mert volt egy két évtizeddel korábbi trauma. Ez az első világháború. Hát nekem meggyőződésem, hogy ez is szerepet játszott. Nagyapám egy érzékeny ember volt, és ő nem csoda, tehát ugye megjárta a gestapót, nem volt egy játékos ember, viszont tanította 5 évesen a földrészeket. Tehát, hogy sok mindenre figyelt, sok minden, ilyen szellemi dolgokba, messze több mindent mondott, mint egy átlagos nagypapa. Nekem unokaöcsémnek is, Jeszenszky Zsoltnak is 2-3 éves korában tanította a földrészeket, meg a görög mitológián. Mennyire volt ő elfogadott, vagy mennyire jártak föl hozzá azokban az években, amikre vissza tudsz emlékezni? Említetted, hogy Lengyelországból stáb jön hozzá. Magyarországon milyen volt itt a Ferenciek terén a elfogadottsága? Jártak hozzá, hát ilyen, mert ugye gyerekként mindenkinek úgy tűnt, hogy 500 éves, és ilyen idős emberek, akikről mondta apám, hogy ezek kisgazdák, és aztán egy jó részén után, amikor 90-ben apám miniszterelnök lett, akkor megkapta, hogy ki mindenki jelentett ezekről az ebédekről. És jó emlékeim volt egy pár ilyen idős emberről, de úgy tehát apámnak az volt a nevelési elve, hogy a felnőtt beszélgetéseken részt vehettünk, tehát így gyerekkoromtól ismertem Hankis Remértől Benedek professzoron át Kosári Domokosig mindenkit. És mit gondolsz, mennyire vett részt nagyapád, édesapádnak a nevelésében? Ugyanezeket az elveket, amiket édesapádnál láttál, ő az édesapjától tanulhatta? Apámnak a szellemi és politikai fejlődésében a nagyapám mellett szerintem legalább annyira fontos dédapám Szűcs Istvánnak a szerepe, és ő fiatal házasként is mindig kiment a dédapámhoz, és a közigazgatási gondolkodást, a politikai gondolkodást, a közigazgatás, mint munka, mint professziót, azt szerintem tőle tanulta. Nagyon érdekes az, hogy ő klasszika filológus volt egyébként, és hát ilyen hatalmas könyvtára volt, én arra emlékszem, hogy azt hiszem 8000-es könyvtára volt, és amikor apám mindenhonnan ki volt rúgva, mint egykori tanár, akkor abból a könyvtárból adogatott el köteteket, és akkor így tartotta fönn magán. És édesapád a ti nevelésetekben azon túl, hogy mondod, hogy olyan dolgokat megtanultatok, amiket jóval később kellett volna, mennyiben vett részt? Tehát négyetek közül, vagy a szülők közül mi volt az a feladat, vagy az a szerep, amit ő vitt? Hát 71-ben fölköltöztünk a Sashegyre, úgy hívta apám, hogy a Antal TS, mert ott 11-en laktunk, ugye ott lakott a mi négyen, a mami, tehát apai nagyanyám, nagyapám, Jeszenszky Géza, az Editke, ő a apám nővérének a lánya, akkor a másik lánya is ott lakott, szóval sokan voltunk, ez 220 négyzetméter volt, ez egy régi belvárosi polgári lakás, majdnem 4 méteres belmagassága, és beköltöztünk a 96 négyzetméteres modernnek mondott sashegyi lakásba, és hát én emlékszem, hogy ott jártam körbe a 96 négyzetméteres lakásba,
hogy ez most komoly, hogy most ekkora lakásba fogunk lakni, amikor biciklizni a folyosón tanultam meg a Kárpátia fölött, és azok a polgári bútorok, amik voltak nekünk, és fölvittük a Sashegyre, azok ugye berakott anyám két fotelt a nappaliba, és utána ki is lehetett volna költözni, mert ugye azok 200 négyzetméteres lakásokra voltak méretezve, és akkor hát a szüleim nyertek egy Trabantot, azt hiszem 70-ben vagy 71-ben, és akkor abból eladták, és abból lett kanapé például, de ilyen, hát akkor modernnek mondott kanapé. De igazából anyu nevelt föl minket, hogyha az a kérdés, hogy így napi szinten kivel voltunk, akkor édesanyámmal. És mi volt az a kép, amit édesapátokról láttatok? Én nekem például az nagyon élesen emlékszem, hogy mi le voltunk már fektetve, és ugye hétfő, szerda, pénteken este tanított, és akkor még mielőtt elaludtunk, bejött a szobánkba, megsimogatott minket, és akkor hogy jó éjszakát, és akkor kiment. Említetted, hogy akik följártak nagyapádhoz, azok jelentős része jelentett. Tehát a Antal családról pontosan lehet tudni, hogy gyakorlatilag 89 legvégéig édesapádról folyamatosan születtek akták. Gyerekként ezzel szembesültél-e, vagy szembesültetek-e? Tudtatok-e róla? Hát valamikor a 80-as évek elején egyszer a Váci utcába sétáltunk, és egy idősebb úr, hát ugye én voltam 17, akkor ő lehetett olyan 45-50, és ő mondta, hogy ez a férfi, aki ott háttal van és virágot vesz, ő volt, aki a házkutatásban részt vett. Uh-huh. És hogy nézzétek meg jó. Tehát, hogy ő bennünk úgy tanított minket, hogy ezeket jegyezzük meg, és amikor 90 után ugye elkezdte kapni az iratokat, akkor abból ki is derült, hogy a harmadik emeletről, tehát most már elfelejtettem, hogy hívták őket, megfúrták a födémet, és onnan volt betechnikázva a nagyszüleim lakása. Édesapád ezt hogyan dolgozta föl? Ugye az egésznek az alapja, ő neki 1956-ban van politikai cselekedetei, onnantól kezdve ez gyakorlatilag folyamatosan megfigyelés alatt áll. Így van. Hát ugye nagyon érdekes például apám jó érzékkel az egyik ráépített ügynöknek nagyapám elpanaszolja, hogy mennyire unja a fiát, hogy ő hőzöng az egyetemen, majd utána meg nagyapámnak kell telefonálgatnia, hogy ne csapják ki az eltéről. Tehát, hogy ez egy védernyő is volt apámnak, de ő azért meglehetősen szabadszájú volt, akár mint gimnáziumi tanár, akár mint a múzeumban is. Közöttük ez okozott feszültséget? Igen, igen. Tehát ez a hármas iratokból ki is derül egyébként. Vitatkoztak? Többször, igen. A nagyapám volt egy olyan hangulata, hogy be kell lépni a hazafias népfrontba például, és akkor apám kiderül az ünnepi jelentésből, hogy apám tajtékzott, és mindenfélével fenyegette őt, hogy akkor mit fog csinálni. És mi lett a vita vége? Hát, hogy nem lépett be nagyapám az a fias népfrontba. És azt édesapád hogyan éli meg, ugye 1956-ot, abból a szempontból, hogy az édesapja, tehát a nagyapád egy központi szereplő. Pontosan lehet tudni a visszaemlékezésekből, hogy ekkor a Ferenciek terén a kisgazdapártnak a valamennyi fontos politikai szereplője megfordul. Azt is lehet pontosan tudni visszaemlékezésekből, hogy édesapád ott van ezeken. Igen, október 30-án hozta föl, úgy emlékszem, nagyapámat Somlón volt addig, és valóban az apám részt vett ezeken a megbeszéléseken. És vicces, egyébként 89-ben újságnak dolgoztam, és akkor voltunk a Pártai Tivadarnál. És hát a Pártai Tivadar nagyon nem kedvelte apámat, tehát ez kölcsönös volt, és akkor Pártai Tivadar előadta nekem, hogy és akkor bejött Jóska fontoskodó fia, ugye Jóska a nagyapám. És mert ugye otthon apám mindig úgy adta elő, hogy ő mintha majdnem, hogy hát nem is Nagy Imre, de majdnem, hogy döntő szerepe lett volna a 56-ban. Na most hát ez persze nem így volt, hanem ez az ő sajátos
saját legenda gyártásának volt a része. Úgy volt szerepe a kisgazdákkal, hogy valóban ez volt az életszerű, hogy nagyapám fiaként, aki ugye kisgazda miniszter volt, pártigazgató, a történész fiát beültette ezekre a megbeszélésekre. De ugye, mint tudjuk, ez a családotokban, az, hogy a egyik generáció, másik generációval megbeszél dolgokat, ez gyakorlatilag családi hagyomány. Tehát ilyen szempontból ez nem szokatlan. Nem, abszolút. Csak hát ez, ugye Pártai nyilván engem akart ezzel szórakoztatni. Nyilván tudta, hogy bemutatkozott. Persze, mondtam meg. Tehát ez a találkozáson nem ismeretlenül menti oda, hanem úgyhogy ja, szándékosan mondta ezt számodra. Persze, provokálni. És édesapád az, hogy 56-ban van néhány nap, amikor úgy tűnik, hogy van valami átalakulás, akár komolyabb szerepet is viselhet, ekkor ő 24 éves, tehát nyilván nem arról szól a történet, hogy ő akkor miniszterelnök lesz, de nagyapád abszolút benne volt, hogy valami fontos politikai szerepet kap. Mit lehet arról tudni, hogy hogyan esett neki az, hogy hát nem ez az út valósult meg? Hát apámnak elmondása szerint ő arra gondolt, hogy nagyapám, ha mondjuk sikeres, tehát ez teoretikus persze, sikeres 56, akkor ő belügyminiszter lett volna. Ami ugye egy demokráciában ugye a belügyminisztérium, vagy nem rendőrminisztérium, hanem ugye oda tartozik például a közigazgatás, tehát nagyapám alapvetően egy közigazgatási szakember volt. És édesapád számára ez egy előrelépési lehetőséget jelentett volna? Saját magát úgy képzelte el, hogy országgyűlési képviselő lesz. Tehát ha a forradalom sikeres, akkor ő egy demokratikus választások után ő országgyűlési képviselő. Említetted ezt a saját legendagyártást, ez egy ilyen önvédelmi mechanizmus akart lenni? Szerinted? Hát ez része a politikának, hát ugye Orbán Viktor is ugye ott a legenda 89, ami nem is legenda, 89. június 16, tehát hogy minden politikusnak meg kell teremteni a legitimációját, ugye Viktornak 89. június 16. Igen, de ez viszont azt jelenti, hogy édesapád föntartotta egy legendát, miközben egy diktatúrában vagyunk. És egyértelmű, hogy ő nem akar ebben a diktatúrában szerepet vállalni. Én szerintem apám politikai sikerének az egyik fő pontja az volt, hogy ő egy összekötő kapocs volt a 45 előtti keresztény polgári középosztály, a 45 utáni koalíciós idők, az 56-osok, illetve a 80-as évek második felének mondjuk így, hogy nemzeti színezetű értelmiségi gondolkodóiba is együtt volt és találkozott velük. Tehát ilyen, aki ezt a négy pontot integrálni tudta volna, ilyen rajta kívül nem volt. Tehát én ezt tartom igazából, most úgy mondva, Antal politikai sikerének, és ezért azt a rendkívül heterogén 164 képviselőből álló frakciót így tudta összetartani, plusz a kisgazdák és a KDNP-vel súlyosbítva. Ez életkori sajátosság és szerencse, hiszen ne felejtsük el, ő 24 évesen már megismeri a kisgazdáknak a felső vezetését, akik közül egy jelentős rész azért még a 80-as évek végén, ha bár már életkorból talán nem a legelőnyösebb korszakban van, de még a szellemi tudása megvan ahhoz, hogy emlékszik arra, hogy mi volt 45-ben mondjuk. Tehát, hogy életkori véletlen, vagy szellemileg is mondhatjuk azt, hogy minden kör felé nyitott tudott lenni. Annak hát ellenére, hogy egyértelműen elutasította a rendszert. Igen, neki voltak tapogatózásai a kisgazdák felé. Hát ugye a rosszakorói azt mondták, hogy ugye mivel úgy emlékszem, hogy főtitkári vagy főtitkár helyettesi állást ajánlottak föl, ezért megsértődött, és ugye az MDF felé orientálódott, ami féligazság szerintem. Ő azt látta, hogy azokkal az emberekkel, akik a kisgazdapárt vezérkarában vannak, akinek a nagy része az állambiztonság embere volt, nem lehet egy esetleges választás után kormányozni. Tehát ő benne 88 kb. Nyarától látta azt, hogy valahogy meg fog változni a rendszer. Az, hogy ez ennyire közel van, ezt nem gondolta. Ugye a kommunista párt arra törekedett, hogy valamilyen módon megtartsa a politikai, hát a gazdasági hatalmat meg is tartotta, de a politikai hatalmat megtartsa.
és egy, mint volt a lengyel modell, hogy bizonyos képviselő, már nem emlékszem mennyi volt a Lembe, eleve az állampárt delegált bizonyos képviselő mennyiségen. Ott eredetileg a megállapodásnak az volt a része, hogy gyakorlatilag fix többsége volt a korábbi állampártnak, egy jelentősebb a képviselők száma, talán 500 fölötti, de ennek nagyjából a kevesebb, mint a feléért ment igazából a szabad választás. És mit tett Antal József? Ugye arról vannak visszaemlékezések, hogy vannak különböző baráti körei. Ezekre titeket bevont, tudtatok róla bármilyen információt, volt a 70-es, 80-as évek elejéről, hogy ő mivel foglalkozik? Hát ugye ezek, én úgy hívtam őket, hogy ezek a színpad. Tehát volt az irodalmárok, amiben volt Nagy Miklós, Jókai kutató, Németh G. Béla, művelődéstörténeti tanszékvezető, Oltványi Ambrus irodalmár, egy ideig a Hankis Elemér, aki volt még benne, Nóbel Ági, hát kommunistaként indult Lukács iskola, és tehát, hogy egy ilyen vegyes társaság volt, és akkor volt egy másik, akit Hughesoknak hívtak, ott pedig a Benedek professzor lakásán volt ez minden hónap első keddjén, ott pedig zömmel orvostörténészek voltak, de Zeisszel is oda járt, de ezekre az irodalmárokon ott voltam, a Benedeknél voltam többször, de nem azon a Hughesokon, hanem így valami könyvet, vagy ezt-azt kellett vinnem a Benedekhez. Nem sok helyen volt több könyv, mint nálunk, na a Benedeknek, mondtam én, háromszor annyi könyve volt, 5 méter magasságig volt, azt mondta, hogy 15 ezer könyve van, megkérdeztem, és az azt jelenti, hogy az egy ilyen kerületi könyvtár mennyiség, tehát hogy úgy kell számolni. És amikor ott voltál mondjuk ilyen beszélgetéseken, ott miről szól a diskurzus? Tehát, hogy lehet pontosan tudni művészek visszaemlékezéseiből, mondjuk a 70-es, 80-as években egy esemény volt, valaki írt egy verset, összejött 15-20 személy, felolvasta, 2 hét múlva valaki másnak a művét olvassák föl. Itt viszont történészről, akár irodalmárokról, akár olvasókról beszélünk, de édesapád történész, aki a politikával foglalkozik. Tehát mit csinál ő ott? Politikai eszmefuttatások zajlanak, hogy hogyan lehetne a rendszert átalakítani, mert azt nehezen hiszem, hogy mondjuk egy új irodalmi alkotás hozta őket lázba. Hát ugye az egy más világ volt, tehát hogy ott azért szó volt különböző akkor megjelent írásokról, akkori színházról, de például körülbelül este 11:30-kor apám összeveszett a Németh G. Bélával a nacionalizmusról, és akkor az eltartott éjjel 00:30-ig, édesanyám már csukogatta a szemét, mert ő 17:45-kor kelt, mert 7-re járt dolgozni, és ugye ezt becsülette, ezeket a baráti összejöveteleket meg végigülte, és egyszer Bodor Pali bácsi is többször volt ezzel, mert akkor még Romániában élt, és a Pali bácsinak mondtam egyszer, ő nekem tanított újságírást, hogy mondta, hogy édesanyádra nagyon élénken emlékszem, fáradt, szép fáradt asszony volt, ezt mondta. És akkor és nagyon érdekes volt egyébként, akkor voltak ilyen tanszéki pletykák, mit mondott Sőtér, mit mondott Király, tehát hogy ezek az irodalmárok, meg ne, tehát hogy mit mondott Vezér Erzsébet, megjelentetett akkor azt hiszem egy Adi monográfián, és tehát hogy lecsapódott nálunk az akkori értelmiségi diskurzus. És nem vettek föl engem az érettség után a bölcsészkarra, és komolyan azt hittem, hogy kiugrok a Széchenyi könyvtárba az ablakon, mert a lányt, akit összefutottam a könyvtárba vele, OSK, mondja, hogy hallottál már a Hankisról? Hát mondom, persze, hát mondom, a szüleim összeálltak vele. Mert mondom, miért érdekes ez? Mert most szociológián kell tanulnom, és annyira unom. És akkor mondta ezt a hülyét, mert fölvették engem, meg nem. Na mindegy, szóval, hogy ez egy, ugye a 80-as éveknek a értelmiségi diskurzusa az sokkal,
sokkal értelmiségibb volt, mint ma a baráti társasági beszélgetések. Nem tudom egyébként mekkora lehetett ez a tömeg, lehet, hogy 1-2 ezer fő, lehet, hogy 3 ezer fő itt Budapesten, akik lehet, hogy 300 kis társaságba, nyilván mikor, ki, hova, de beszélgettek. És ez egy szellemi szinten tartás, meg egy szellemi épülést is szolgált ennek a 3 ezer embernek, miközben tudták, hogy nem tudnak kimenni, mert le vannak zárva a határok. Tehát, hogy egyébként ez lehet ennek az oka, hogy nem volt más mit csinálni. És nekem nagyon furcsa volt az, amikor ugye nem vettek fel az egyetemre, és akkor háromszor, és bevittem a képeimet Keleti Évának, ő volt akkor az Új Tükörnek a képszerkesztője, erdélyi téma egyébként, és azt mondta, jó képek, 6 hét múlva megjelenik. És azt mondta, hát akkor tök jó ez a fotós munka, amúgy is szeretek jönni-menni, és akkor így lettem tulajdonképpen fotós, később aztán elmentem a távirati irodába, és nekem nagyon furcsa volt, hogy nagyon sokszor a fotós kollégáim ma nem voltam igazából jóba. Mert az a közeg, amiben én fölnőttem, az nem az volt, amivel én dolgoztam. Tehát sokszor az újságírókkal jobban megtaláltam a hangot, és pedig a fotózást, a jó fotós egyébként az gondolkodik. Tehát, hogy az nem csak fizikum kell, nagyon sok összetevője van, de hát aztán ugye, amikor már apám elkezdett politizálni, és a lapnál rájöttek arra, hogy apám ott van a kerekasztalban, ez megnehezítette nekem a dolgomat. Kétszer említetted az egyetemi fölvételt. Másodjára, hogy háromszor nem vettek föl. Ja. Ennek mi lehetett az oka? Előfordulhat, hogy valami kapcsolatrendszer, vagy hogy látod? Hát ez most kényelmes lenne azt mondani, hogy politikai okokból nem. 6-szoros túljelentkezés volt, és nem értem el a ponthatárt. A töri magyar irodalmom jó volt, és a nyelvtanom meg gyenge. Mai napig nem tudok normálisan helyesírni egyébként. És akkor azt hitték rosszaság, azóta kiderült, hogy diszgráfia. Tehát, hogy az a helyzet, hogy engem érdekelt ugye a magyar töri, és ugye apám meg nem tudott mit kezdeni a fotózással, hogy amikor így látta, hogy hazamegyek a nagy fotós táskával, szalgálok, mint pók a falon, akkor ugye apám azt mondta, hogy most tényleg azért fizetnek, hogy itt egész nap szaladgálsz ezzel a nagy táskával. És amikor már így volt kiállításom, meg hasonlók, akkor elkezdett megbarátkozni a gondolattal. Tehát számára ez az életforma értelmezhetetlen volt kezdetben? Igen. Tehát ugye tehát jogászok, volt, politikusok, történészek, tanárok, pontosan. A felmenők. Tehát ilyen szempontból a te életpályád a számára idegen volt. Idegen? Így van. Hát ezt úgy hívta nagyanyám, hogy a szabad pályát. Tehát, hogy a fotózás egyébként azért nagyon jó, mert minden napod más. Nem az van, hogy ülsz a irodába és papírokat gyártasz. Visszaemlékezések szerint édesapádnak volt még egy köre, ami gyakorlatilag a Semmelweis utcához kötődik, tehát a munkahelyéhez. Múzeum. A múzeumhoz. Mégpedig úgy, hogy munkaidő után, sok esetben hétvégén ott létrejött vagy bement pár ember, és akkor beszélgettek, de ez gyakorlatilag évtizedeken keresztül. Erről tudtatok-e, hogy kik járnak oda, mit történnek? Azért kérdezem ezt, mert ez egy sokkal izgalmasabb, mint mondjuk a orvos. Persze ez is orvostörténelem, hát, félig meddig, de az ottani szereplők, akik ott megfordulnak a visszaemlékezések szerint, ugye később jelentős részük politikai szerepet kap. Úgy tudtunk, hogy ő elmesélte, ha elmesélte, de mi ezekben nem vettünk részt. Tehát, hogy csak azt tudom mondani, hogy hallottunk róla, hogy nagykövetekbe járnak, stb., de az nem lenne igaz, hogyha azt mondanám, hogy mi ott voltunk. Ez még bőven a 80-as éveknek igen, a eleje igen. Közepe, tehát nem 89, de akkor már hozzá bejárnak nagykövetek? Igen, a 80-as évek közepétől úgy elkezdték felfedezni a követségek. Ugye hát apámnak volt egy csomó német orvostábornok barátja, akihez kiállt, és akkor így aztán így forgott a neve igazából. És hogy került kapcsolatba német tábornokokkal? Hát ilyen orvos történész vonalon. Tehát a szakmai pályáján, hiszen orvos történész múzeumot vezet, meg egyáltalán épít fel, tehát ezen a vonalon keresztül, igen. Akikkel kapcsolatba kerül. Igen. Mennyire volt
jelentős az, szerinted az ő 90-es tudására ezeknek az utaknak a hatása? Hát ugye az hozzátartozik, hogy ugye, ugye nem volt internet, telefon is sok helyen nem volt, tehát a nyugati világról, ami nem a állampárt nézeteit képviselte, a Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja, a BBC-t hallgatta mindenki. És persze utólag nézve sok illúziónk volt a nyugati világról, és az a fajta jóléti modell, amit vágyott ez az értelmiség mondjuk a 80-as években, az pont a rendszerváltoztatás időszakára ott is a jóléti modell válságba került. Tehát, hogy nem tudta az állam finanszírozni. És nagyon sok olyan terve apámnak akkoriban ugye egy jóléti modellre épült volna. Na most ezt nem lehetett, és ugye amikor miniszterelnök lett, akkor azért egy idő után elkezdett tisztában lenni a számokkal. Az elején nem volt. Még mielőtt a kormányzáshoz eljutnánk, nézzük itt a 80-as éveknek még a végét. Tehát említetted, hogy 88 nyarától arra datálod, hogy érezte, hogy változás történhet, de nem hitte, hogy ilyen gyorsan. Nagyon érdekes, neki a 80-as években, ugye 32-es, tehát ez a középkorúságnak volt egy kicsit a szellemi válsága is, és úgy látta, hogy kimegy az időből. Tehát ő mindig politikusnak, mondjuk miniszterelnöknek leegyszerűsítve képzelte el magát, és amikor Gorbacsov 85-ben ugye első titkár lett, akkor ő azt gondolta, hogy túl gyors a Szovjetunióban változás, és előbb-utóbb a radikális baloldali vagy a hadsereg meg fogja buktatni. Tehát ugye a gorbacsovi reformoknak volt egy előzménye, Andropov, aki ugye a KGB-ből jött, és ugye Andropov látta a szovjet modellnek a tökéletes csődjét, mivel hogy ő volt a legjobban képbe a saját rendszernek, hogy elérte a megreformálhatóság végét. És úgy érezte édesapád, hogy ő akkor ugye 53 éves, 80-as évek közepén, hogy amit Gorbacsov tesz, az fogja kiváltani, hogy jön egy konzervatív fordulat Moszkvában, és ez gyakorlatilag elsöpri az ő esélyeit is. Tehát, hogyha egy szépen lassan történik egy változás, akkor mondjuk 58 éves korára, 5 év alatt beérik valami. Ezzel szemben Gorbacsov 85 egyből hozza reformjait, és ez ennek hatására az ő esélyét is elnyomja? Igen, és úgy látta, ugye akkor volt a 56-os forradalom 25-dik, azt hiszem 25-dik évfordulója, hogy is volt 25, nem 81, akkor a 30-dik évforduló, ellenforradalom tolla és megvere, és ugye Berecz János, Grósz Károly, ugye az állampárton belül egy kemény vonalasabb politikát vitt, és úgy tekintett erre, hogy lehet, hogy ez lesz a Kádár utódlásával egy kemény vonalas politikai. És hogy az a modellváltás, amiben ő gondolkodott, az nem következik be. Ő úgy hívta ezt egyébként, hogy X nap, amikor így sokszor a ebéd vagy vacsora, ugye nálunk reggeli ebéd vacsorára a politika volt feltállalva, hogy arra kell készülni, hogy az X nap azaz, hogy ő az X napon képes legyen az országot átvenni és irányítani. Mivel azért X, mert nem tudja lenni, hogy mikor. Én erre nekem van egy nagyon jó példám. 1981-ben a szüleimmel voltunk Londonban, apám dolgozott egy svájci Ciba nevű gyógyszergyárnak, és abból a pénzből elmentünk 30 napos turistaként Londonba, meg Hollandiába is, és a Downing Street 10-re beleestünk, nem lehetett pont elé menni, hanem így beleestünk, és pont jött egy Jaguar,
és Jeffrey Howe-nak hívták a külügyminisztert, kiszállt a Jaguarból, és bement a Downing Street 10-be. Eltelik nem egész 8 év, és apám, mint MDF pártelnök, megy be Thatcherhöz a Downing Street 10-be. Tehát, hogy gyorsulati sebességgel zajlott a 80-as évek vége felé a politikai események. Amire ezek szerint X napként édesapád mindig készül arra, mindig, hogy átvegye. És miből áll ez a készülés? Hát mondjuk ez, akkor mi ezen ironizáltunk, az igazság, de aztán később ez a fejben politizálás visszaigazolta, hogy például német kormányt csinált. Tehát úgy, hogy ki lesz a honvédelmi miniszter, ki a belügyminiszter, ki a mit tudom én milyen miniszter, külügyminiszter, tehát rettenetesen érdekelte az, hogy a német politikába hogyan rekrutálódnak a politikusok Németországban, és hogyan áll össze egy kormány. És ezen kvázi gyakorolt, tesztelte a tudását, tesztelt az, hogy mit tenne ő mondjuk így adott van helyzetben német, igen, politikusok és helyében? És hogy ez, ami akkor mondjuk, mit tudom én, 86-7-ben pótcselekvésnek tűnt, és ironizáltunk rajta, az igazság, az később, amikor Kohl itt volt Budapesten, és elmentek, úgy emlékszem, a Halászbástya környékén voltak valamilyen étteremben, és pont mondta neki Kohl, hogy hát jobban ismered a német belpolitikát, mint a minisztereim. Uh-huh. És itt jött vissza az, hogy ugye évtizedeket foglalkozott a fejben politizálással. Amikor itt van a 88-89-es időszak, bevont titeket, a családot, már azon túl, hogy politikai eszmefuttatásokat hajt rajtatok végre, ami nyilván egyébként egy tesztelés is, hiszen teszteli az, hogy mi a reakciója, uh-huh, akár a családnak, akár az ismerősöknek, akár a kollégáknak. Tehát ez nyilván egy gyakorlás, hiszen amit az ember végig gondol, aztán kimondja, és akkor a reakciókból tudja, hogy akkor merre kell tovább menni. Ezen túl bevont benneteket, mesélte, hogy éppen most mi van, milyen tárgyalásra megy, bármit mondott? A testvéremet jobban, engem kevésbé, mert ugye, hát én ugye fotóztam reggel, elmentem, este hazamentem. Tehát, hogy András ugye 3 éve idősebb, nálam a családban András, ott a jogi pályán György, és ő jobban bevonódott, és részt vett a fórumnak különböző rendezvényein. Én bevallom, végighallgattam, de én el voltam azzal, hogy jártam az eseményekre, lefényképeztem, leadtam. Tehát, hogy így én úgy láttam, hogy lesz egy átmeneti, akár 10 éves időszak, amikor nálunk is az állampárt dominanciája megmarad, és lesz egy nagyobb sajtószabadság, meg hasonlók, de igazából valamilyen formában maradnak a német miklósaid. Szakmai körökben szembesülnek egy idő után vele, hogy te kinek vagy a fia, és édesapád hova jár. Átalakult a hozzád való viszonyuk a kollégáknak? Hát nagyon is. Én a Reform nevű újságban dolgoztam, ott a Reformba a német Feri bácsi vitt be, aki a élet és tudománynak volt a főszerkesztő helyettese, és kerestek, akkor ugye 24 voltam 88-ban, kerestek fiatal terhelhető riportert. És akkor összehozott Tőkével, Tőke Péter volt a főszerkesztő, és akkor így dolgoztunk, és gyakorlatilag attól kezdve minden fontosabb eseményen én ott voltam. Egészen addig, ameddig 89. november körül az akkori főnökömmel összekülönböztünk, mert az volt, hogy jött egy nagy barna boríték, és azt hittem, akkoriban megreddeltek a nyugati újságok képeket, és én fölbontottam, és hullanak ki a hatásávfelbontás, a Nagy Imre temetés, ezek a diáim. És akkor kérdeztem a főnökömet, hogy ez hogy kerül a US News and World Reporthoz. És erre azt mondta, hogy te olyan hülye vagy, hogy mindent elfelejtesz, én ezt elkértem tőled. Hát mondtam neki, hogy Gyuri, hogyha azt mondod nekem, hogy 24-25 évesen a US News-nak fényképezem, én ezt nem felejtem el. Most mind a kettőnk eldöntheti, hogy ki mondott igazat, és azt mondta, hogy én így nem vagyok hajlandó dolgozni, és fölmondtam. Hát ő kirúgott volna egy-két heteken belül, és utána az volt a vicces, hogy berohantak a
újságírók tőkéhez, hogy Péter, meghűltél, a kisantat kirúgod, vagy elhagyod, hogy kirúgják, és amikor apja fél év múlva miniszterelnök lesz, és akkor hát, ilyet az élet, hogy miket produkál, apám kijelölt miniszterelnök volt, és összefutottam a Király utca, akkor még ugye Majakovszki utcának hívták korábban, és a körút sarkon, és a Péter azt mondta, hogy hát jöjjek vissza a Reformba, és a Gyuri nem a főnököd, és akkor azt mondtam, hogy ha 4 év múlva is tartott Péter, akkor visszamegyek. Uh-huh. Egyébként én visszamentem utána 4 év múlva, de akkor őt rúgták ki. Uh-huh. Említetted, hogy 4 év. Ez alapján arra számítottatok már, amit édesapádhoz lehet is kötni, hogy kamikáze kormány, tehát ez nem lesz hosszú távú, tehát itt a cél az lehet, hogy egy ciklus végig menjen. Erről beszélgetetek otthon? Abszolút. Ő ezt kezdetektől mondta nekünk, hogy ne éljétek be magatokat abba, hogy itt a Művészúton lakunk, meg Mercedes, meg mi a fene, hanem hogy ezt tanuljátok meg, hogy ezek átmeneti időszak, ezek szolgálati autó, mi csak akkor ülhettünk az állami Mercedesbe, ha ő is bent volt, bennült. Tehát még anyámat se nagyon kedvelte, itt ül a Marinovics Bandi, és amikor anyám például volt időszak, amikor ladával közlekedett, és a nem jó helyen állt meg az állami sofőr, odajött hozzá egy rendőr, az állami sofőrhoz megkérdezte, itt egyébként a Petőfi Sándor utcában volt, hogy itt áll, és akkor mondta, hogy hát miniszterelnök úr feleségét hozta ide, és akkor mondta, kb. Azt mondta, hogy ezzel. És, mert apám nem engedte a nyugati autót sokáig, aztán később kapott anyám egy passzátot. Édesanyád ugye járt rendezvényeinkre, és beszélgettünk, és egész elképesztő volt, hogy mesél ugye, hogy dolgozott talán a 13. kerületbe. Nem, és 5. Ötödikben, és van itt a határon, és hogy szabadnapot vett ki, hogy elmenjen Washingtonba, és akkor a kollégák a bejátszásból látták, hogy hol volt a szabadnap. Eljárt, és utána pedig visszament, amikor hazaért, másnap megint ment dolgozni. Számára ez mennyire volt feldolgozható, könnyen feldolgozható, hogy egyik évben még egy múzeumigazgató felesége, még hogyha elég sok politikai eszmefuttatást is kell hallgatnia, majd pedig egyszer csak a kormányüléseknek az eseményeit kell hallgatnia. Hát anyu volt a 100% realizmus. Tehát ugye apám előadta a szárnyaló gondolatait, és anyu meg azt mondta, hogy van egy zavaró tényező, 100 000 szovjet katona. Tehát, hogy ő mindig olyan volt, hogy 3 lábbal állt a földön. Tehát, és ezt is úgy fogadta, hogy amikor 90 áprilisban volt a József Attila Színházban egy MDF-es kampányrendezvény a második forduló előtt, és ott volt Giscard d'Estaing, meg vezető német, francia, angol politikusok, akkor mondta anyu utána, hogy most már kezdem elhinni. Az volt az a pont, amikor anyu már úgy gondolta, hogy hát apád tényleg lesz valaki. A szűk családon belül ő volt az, aki legutoljára hitt el? Igen, anyám tele volt szkepszissel, igen. És a visszarendeződést, vagy a visszarendeződési igényt, vagy hogy az állampárt erre készül, ezzel ti szembesültetek? Hát nagyon érdekes volt, amikor volt 91-ben a Janajev pucs, akkor már a Művészúton laktunk, és a reggel jelentették apámnak, hogy mi történt. Bejött a hozzánk, és azt mondta, ugye tudjátok, hogyha ez sikeres, akkor mindannyian Vorkután kötünk ki. Tényleg ezt mondta. Tehát, hogy azért volt hangulat a családban. És akkor utána hogy szedtétek össze a lelkiekbe magatokat? Hát azért reménykedtünk, hogy azért ez nem lesz sikeres. De azért nem mondanám azt, hogy a rendszerváltoztatásnak csak egyféle megoldása volt, amit látunk. Tehát azért apám utolsó pillanatig harcolt, hogy a szovjetek hagyják el Magyarországot, hogy a Varsói Szerződés maradéktalanul feloszlatni. Ugyanígy a KGST-t, hogy minél kevésbé kötődjünk a Szovjetunióhoz. A választás
éjszakájáról milyen emlékeid vannak? Említetted, hogy néhány nappal második forduló előtt kampány esemény van, nem tudom, ezen ott vagy-e, de hogy... Mindenütt ott van. De ezekről a március-áprilisi időszakról, amikor már tényleg a két fordulóról beszélhetünk, milyen emlékeket őrzöl? Először az első forduló, ugye a szabaddemokraták és az MDF között 3,5% volt, ezt hajlamosak vagyunk elfelejteni. Éjjel 2:30-kor mentünk haza, és az apám kapott Coltól egy Golfot, az volt a szinte alig egy kezem meg tudom számolni, hogy hányszor ültünk nyugati autóba. Ez egy fehér Golf volt, amit Colt adott nekünk használatra. És azzal mentünk haza, ő vezetett, és nagyon rossz kedvű volt. És akkor leültünk a nappaliba, és azt mondta, hogy minden, amiért küzdött, az úgy tűnik, hogy ezzel a választási eredménnyel nem valósulhat meg. És ő nem hajlandó a szabaddemokratákkal koalícióra lépni, hát akkor ugye nagyon erősen presszionálták, hogy amit úgy hívtak akkoriban, akkori szóhasználat, hogy nagy koalíció, és hanem ő kezdetektől a kisgazdákkal, illetve hát a KDNP-vel akart koalícióra lépni. Mikortól volt neki az elképzelés? Hát lehet tudni, hogy a nemzeti kerekasztal tárgyalások előtt, már az ellenzéki kerekasztal tárgyalások idején is van úgy, hogy úgy csoportosítja a pártokat, hogy nem ahogy a mások, hogy történelmi pártok, meg így, meg úgy, hanem azt mondja, hogy vannak a nemzeti pártok, meg a többiek, és ez ugye pontosan lehet tudni visszaemlékezésekből, hogy a Fidesz jelenlegi vezetői számára is elég fájó pont volt, hogy ők nem a nemzeti oldalra kerültek. Honnan jött neki, hogy a kisgazdák, keresztény demokraták, pont ez a két párt? Tehát lett volna más is azért még ott. Egyszer érdekes volt, a Jeszenszky Gézával beszélgettem, és valahogy mondtam, hogy a jobb közép, vagy jobb oldal, valami ilyesmit. És azt mondta, hogy apád ezt így sose használta saját magára. És utána néztem, és tényleg nem. Ugye, mert a következő van, hogy ő azt mondta, hogy én vagyok középen, és utána mindenki rakja föl magát a politikai térképre. Tehát ő ezt a szóhasználatot, hogy ő jobb oldal, ezt sosem használta. Azt mondta, hogy kereszténydemokrata, nemzeti liberális, sok mindennek apostrofálta a politikai vonalat, de ez pont így, hogy jobb, ez nem. De mondjuk úgy a második fordulóra már ugye 42%-ot ért el, több mint 42-t a fórum, tehát akkor már látta apám azt, hogy ebből egy koalíciós kormányzással meg tud állapodni a többi párton. Ő nagyon nem akarta szabaddemokratákkal az együttműködés, meg is mondta, itt egyszer kísértem a Penta Hotelbe, Király Béla szervezet, szerintem soros pénzén egyébként egy összejövetelt, és én kísértem oda, a tárgyaláson nem voltam bent, és akkor az arról szólt, hogy az SZDSZ-szel legyen egy nagy koalíció. A Fidesz ugye szorgalmazta a nagy koalíciót, mert a SZDSZ és az MDF elégeti egymást, és akkor úgy számoltak, hogy 94-ben akkor ők jönnek. És apám még viccesen azt is mondta, hogy hát egy MDF-SZDSZ koalícióban, egy kormányülésen nem tudnám biztosítani a miniszterek testi épségét. Ha már szóban az MDF-SZDSZ együttműködés, lépjünk egyet visszább. MDF második országos gyűlés, illetve még egy kicsit a MSZNP 14. kongresszusa, ahol eldől, hogy Posgainak nem önálló pártja lesz, és ennek hatására visszaemlékezésekből pontosan lehet tudni, hogy akkor bíróba dobja a törül között, hogy akkor innentől kezdve nincs értelme, és nem áll szóba többé Posgaival, amit hát tudjuk, hogy nem így történt. Azt az éjszakát hogyan éli meg, vagy ezt a pár hetet hogyan éli meg édesapád? Hát először az első országos gyűlésen apám rendkívül csalódott volt, és mindenféle zavaros történetet előadott, hogy nem került be az elnökségbe. Tegyük hozzá, az első országos gyűlés, ez még ugye 89 év elején, március, a tavaszán. Március, igen. És ugye az MDF-es küldötteknek, apámnak a történészi, főleg külpolitikát érintő, amúgy egyébként
történelem tanáros stílusa, idegen volt a hazafias, amúgy egyébként nagyon rendes emberek voltak, zömmel, de idegen volt apám. És de ugye országos ismeretségre tett szert a kerekasztalba, és utána a második országos gyűlésen egyedül, úgy emlékszem, Lezsák nem szavazta meg azt, hogy ő legyen a pártelnök. Van egy tartózkodás ugye az elnökségen belül, hogy akkor ő legyen, és az hagyományosan az a nézet, hogy a tartózkodás Lezsák, és igen, azzal reagálta ezt ugye mindig le, hogy hát, hogy igazából annyira nem ismerte. Igen. Eljön az a pillanat, hogy ez az első országos gyűlés, második országos gyűlés, viszont mivel hogy bíró korábban bedobja a törülközőt, és nem vállalja ennek a pártnak a vezetését, mert innentől kezdve semmi értelme, hiszen az eredeti koncepció ugye az volt, hogy a Posgai is párttal álljon össze mondjuk az MDF. Hogyan éli meg akkor a második fordulót? Hát ugye volt egy nagyon izgalmas időszak, ugyanis ugye recseget ropogott az állampárt. És voltak olyan hangok az állampárton belül, hogy a fórum menjen be az MSZP mellé koalícióba. És ezt apám nagyon ellenezte volna, és ezt nem is vállalta volna el. Bár ugyan elmondta azt, hogy az ország kormányozhatósága érdekében valamilyen formában támogatni kell a német kormányt, de ő pontosan tudta, hogy ha a fórum bemegy a német kormányba, mint koalíciós erő, akkor a következő évben a demokratikus választást az SZDSZ nyeri. Lett volna egy, ezen elképzelések szerint lett volna egy új választás, ahol mondjuk az MDF képviselőket ad, hiszen különben hogy megy be koalícióba? Maximum ez egy ilyen erkölcsi lehet, hogy akkor itt egy ellenzéki erő, ami a pecsétet rányomja az MSZMP-re. Más nem. Hát ezt az MSZMP-be ez egy létező forgatókönyv volt akkor. Ez ugye 89 őszén? 89 őszén, igen. Akkor, amikor már apám pártelnök volt, akkor Horn Gyula is, Németh Miklós is számos kérdésben kikérték, főleg külpolitikát érintő a véleményét. Azért... Tehát én emlékszem, amikor egyszer este volt, ilyen talán 4:11, és megszólalt a telefonon, és mondtuk, hogy úristen, ki a fene ez? És akkor a Németh Miklós fölhívott minket, hogy a hadsereg elfoglalta a munkásőr laktanyákon. Mert akkor volt egy olyan hangulat, hogy a munkásőrök esetleg a politikai változásokkal szemben esetleg provokálnának valamit. Nem egészen úgy történik ez, hogy Palmer nagykövetként jelzi, hogy nyugodtan tegyék le a fegyvert a munkásőrök, hogy... Hát azt nem tudom, Németh Miklóshoz bejárt a Palmer. Az tény, jobban voltak. És azért kérték ki a véleményét édesapádnak, mert látták, hogy van neki külpolitikai elképzelése, vagy arra gondoltak, hogy fél év múlva úgyis ő lesz a miniszterelnök? Mind a kettő szerintem. Mind a kettő. Németh Miklós kifejezetten jóba volt. Én is szimpatizáltam velem. És Posgai? A Posgairól szerintem Antal és Posgai kapcsolatáról egy könyvet lehetne írni külön. Szóval, hogy ott mind a kettő a saját céljára fel akarta használni a másikat. Tehát ez politika, szóval ez de most nem barátság. Apám a 80-as évek közepétől ismerte Posgait, elismerte az érdemeit, de úgy tartotta, hogy Posgai mindig rosszkor lépett. Amikor keménynek kellett volna lenni, akkor meghátrált. Például a kerekasztalnál mondta a telefonban neki, hogy hát Imre, most ne menjél el Jugoszláviába nyaralni, mert megfeneklik a kerekasztal tárgyalások, meg is feneklett egyébként, és mert Fejti vette át a tárgyalások vezetését, és akkor nagyon sok mindent újra kellett értelmezni. Igen, viszont azt pontosan lehet tudni visszaemlékezésekből, elemzésekből, hogy Posgai szándékosan mente, hogy látszódjék az, hogy nélkül egy semmi nem történik. Pontosan így van. Eljön akkor, ha időben haladunk, a második forduló éjszakája. Ahogy említetted, akkor jobb kedve volt édesapádnak, mert hogy látszik az, hogy lehet, hogy az SZDSZ-re nem lesz szükség, és meg lehet csinálni a kisgazdákkal, a KDNP-vel a koalíciót. Többféle mendemonda terjeng arról, hogy milyen információi voltak ebben az időszakban. Állítólag ekkor tudhatta meg körülbelül, hogy egészségügyi problémái vannak. Hogyan emlékeztek erre? 90 április körül bejött a szobánkba, és itt tapogatta a bal hónalját, és azt mondta, hogy itt érez valamit. És hát mi ilyen
a gyerekeként ironizáltunk rajta, hogy hát ez biztos megint hipohonder, és akkor voltunk neki, hogy hát... Mert egyébként hajlamos volt arra, hogy azt higgye, hogy van valami probléma? Igen, tehát hogy voltak ilyen hangulata, igen. És elment orvoshoz, amikor ilyen hangulata volt, hogy megnyugodjon, vagy ez a klasszikus férfi? Nem ment el orvoshoz, hanem mondta, hogy hát akkor ez most már kifelé megy az életből, pedig akkor még csak 50 se volt, és akkor hozott irodalmi kosztolányi könyvet, meg verses kötetet, meg ilyeneket, hogy ez most már neki az életének a második szakasza, amikor már kifelé megy az életből, és akkor ilyenekkel szórakoztatott minket, ami nekünk nagyon fura volt, mert mi meg ugye még 20 évesek se voltunk, és akkor azt mondtam apámnak, hogy hát, bocsánat, én Józsinak hívtam apámat viccből, és mondtam neki, hogy hát Józsi, menj el orvoshoz, hát most mit kezdjek ezzel, hogy tapogatod a hónaljadat, és akkor utána azt mondta, hogy hát most nem ér rá orvoshoz menni, stb. És akkor ugye most kormány kell majd alakítani, tehát ugye a május, most ezért nem érek rá, de amikor már kim volt Amerikába 90 októberben, akkor már komoly fájdalmai voltak, amikor vigyázba kellett állni a fejház gyepén, akkor ő már nagyon fájt neki. És mikor tudta meg, hogy valami van? Hát ő előttem tudta meg, úgy emlékszem, hogy Szegedre vitték a mintákat, és az volt, hogy ugye a taxis blokkád körülben volt a 144-es szobában, Kutvölgyi, és akkor behívott magához, és azt mondta, hogy hát nekünk ilyen érdekes viszonyunk volt, az apa-fia az egy ilyen sok ütközettel jár, az apa-lánya az a rajongás. Az apa-fia az egy ilyen bonyolultabb viszony. És én örülök, hogy lányom van. És ő azt mondta, hogy hát most nagyon nehezet fog neked mondani, körülbelül ezt mondta, és azt mondta, hogy halálos beteg vagyok, sokkal tudatosabban kell élned, ha kezelnek van 3 évem, ha nem kezelnek 3 hónapom van. És akkor hát ez leforrázott, és egy csomó gyalogoltam a városba tök egyedül, és azok gondolkoztam, hogy úristen, mit jelent ez. És hogy az ember, ameddig gyerek, azt gondolja, hogy a szülei mindig vele lesznek. Tudja aztán később, hogy nem, de ez valami borzasztó volt. És utána nekünk az életünk az úgy telt, hogy ilyen 3 hónapos etapokban az apám kezelése, az 3 hónapos etapokban volt, tehát attól kezdve már nem a szabaddemokraták voltak az igazi ellenfele, hanem az idő. És hogyan, ez ugye akkor 90 ősze, igen. És akkor a családnak, a szűk családnak mi volt a reakciója mindenre? Hát anyám fölmondott a munkahelyén, addig dolgozott őszig, és hogy apáddal lehessek és segítsem az életét, ameddig él. És akkor 91-ben volt egy jó időszak, amikor jobban volt, és úgy tűnt, hogy sikeres a kezelés, akkor fölköltöztünk a Művész útra, majd aztán évvége felé újra kiújult. És akkor innentől kezdve gyakorlatilag 3 hónapról 3 hónapra igen. Megy a családi tervezés, meg akkor a politikai tervezés is. Milyen elképzelései voltak édesapádnak arról, hogy mi fog történni, akár hogyha mondjuk ő elmegy mondjuk 91-ben, vagy 92-ben? Nekünk azt mondta, hogy ha nem vetem, ugye, hogy akkor 3 évem lehet, volt egy Dill nevű német professzor, és egy magyar orvosai is voltak, és gyakorlatilag csak az érdekelt, hogy meddig tud aktív maradni. És úgy zajlott, hogy hétközben dolgozott, és hétvégén pedig kezelték. Sugarazták, kemoterápiát kapott, bivajerős gyógyszereket, és nagyon érdekes volt, mert ugye nem tudott aludni. És hazajött olyan este 11 és 12 között, és akkor nem tudott elaludni, ameddig nem vette be az altatóját, és akkor így, hogy ilyen levezetéstek tulajdonképpen,
akkor elővette a régi papírjait, azokat olvasgatta, és közben persze minket szórakoztatott. Akkor lementünk, ugye kétszintes volt a művészúti ház, akkor lementünk az alsó szintre, ott ilyen családi kitüntetéseket nézegetett, arról sztorizott, akkor elővette egy könyvet, arról mesélt, akkor az, hogy hát ugye mi volt bent a hivatalban, tehát, hogy, és akkor ilyen, már mi csukogattuk a szemünket, ilyen éjjel fél egy, hámnegyed egykor, el kellett kísérni az ágyig, és akkor az altatóval elaludt. Különösen az utolsó egy évben már nagyon úgy volt, hogy ült a hétvégén a egykori cikkeit elővette, és mutogatta nekünk meg hasonlókat. És akkor és hétfőtől pedig miniszterelnök volt, igen, aki... Igen. Hogyha nem miniszterelnök, mi volt az elképzelés? Értem ez alatt, hogy rendben van, hogy az MDF-nek a vezetőjeként, ha nyer a MDF, akkor ő a miniszterelnök, de miként lehetett volna őt még esetleg elképzelni? Említetted, hogy nagyapádnál az volt az elképzelése édesapádnak, hogy hát akkor valószínűleg belügyminiszter. Volt elképzelés arra, hogy akkor ő hát mit csinál? Hát apámat a miniszterelnökségen kívül erősen a külpolitika érdekelte, és azt ugye Géza unokanővérem férje, de alapvetően a miniszterelnök határozza meg a külpolitikai főcsapásvonalakat. Szia, szívem! Bocsánat, a kislányom. Szia, szeret apa nagyon. Tehát potenciálisan akkor igen. A külügyminiszteri poszt lehetett volna az. Igen, igen. Csak ugye apám olvasni tudott angolul, de alapvetően németül tudott, és igazából a külügyminisztersághez kellett volna az angol. És azt is el tudod képzelni, hogyha mondjuk az van, hogy 94 után van egy visszarendeződés, visszajön a baloldal, de mondjuk 98-ban ismételten jobboldal kerül hatalomra, akkor vagy miniszterelnöki pozíció, vagy hogyha az nem, akkor mondjuk ő a külügyminiszteri pozícióhoz, hogyha olyan a koalíciós állapot, akkor az lehetett volna? Hát mi beszélgettünk erről. Én szerintem, hogyha apám egészséges, akkor államfő lett volna, amit végtelen unt volna egyébként, mert ugye ő politikát akart csinálni, és nem azt, hogy protokolláris szerepe legyen. Voltak elképzelései egyébként? Hogy hogyan kellene mondjuk a politizálni 94 után? Hát szerették a rossz akarói azt mondani, hogy naív volt, meg fantaszta, meg ilyeneket. Ez nem volt igaz. Nekem 92-ben mondta, hogy az MDF ilyen 12-14%-ot fog elérni, de ezt beszédben is elmondta egyébként, és 12-t ért el. Tehát, hogy szerették a rossz akarói azt mondani, hogy naív volt, nem volt naív. És arról lehet tudni, hogy mit gondolt? Tehát akkor van egy 10-pár százalékos MDF, és innen ezzel mennek neki mondjuk a 94-es ciklusnak. Hát a fejében az volt, hogy esetleg a Fidesz-szel összefogni, se a kommunista párt utódpártyával nem akart, se a szabad demokratákkal. Tehát akkor magyarul a meglévő koalíciós pártok igen, mellett esetleg a Fidesz-szel esetleg kibővíteni, igen. A kormányzásban ugye van jó pár ügy, ami már akkor is és mai napig is a legfontosabb kérdések közé tartozik. Ezek közül néhányat nézzünk át, hogy milyen emlékeid vannak. Szóba került az, hogy édesapádat gyakorlatilag 56-tól 89-ig folyamatosan megfigyelték. Ezt követően előjön az a pillanat, amit említettél is, hogy és akkor ő olvassa, hogy mit írtak róla, vagy éppen az nagyapádról mit írtak azok, akik látogattak. Mi volt az ügynök ügyhöz és az ügynök kérdés kapcsán az ő álláspontja? Beszéltetek-e erről, vagy változott-e az álláspontja? Hát az az igazság, hogy mi ilyen tinédzserként néha volt, hogy utcán megmutatott valakit, hogy na, ő figyeli, és akkor azt mondtuk neki, hogy hát Józsi, ez a te fontosságtudatod része biztos, hogy megfigyelnek, és hát basszus, kiderült, hogy tényleg. Tehát, hogy ezt nem hittük, hogy be van technikázva a lakás, és hát be volt. Nem hittük el, hogy tényleg van személyi megfigyelés, és tényleg volt. Szóval, hogy ezt
ő azért szerette a saját legendáriumát gyártani, de ott kiderült, hogy ezek pontosan így voltak, és amikor összeállította azt, hogy kik dolgoztak rá, hát a döbbenetes volt. És nektek hogyan esett, amikor megtudtátok, hogy kik dolgoztak rá? Hiszen ti is ismertétek a család barátját, meg mi hát egymást, igen, hallottatok ugye, ezekről azokról. Ugye, hát ugye van a Gyuris történet, ugye ő neki a gyerekkori barátja, de apámnak lelkismert furdalása volt, hogy a Gyuri alkatilag egy olyan ember volt, aki a forradalom alatt otthon ült volna, és ki sem mozdul a lakásból. De mivel volt benne egy apámnak egy ilyen megfelelési kényszere, ezért aztán sok minden helyre elvitte. És ugye hát így is fogta meg az állambiztonság. És apámnak az fájt legjobban, hogy nem mondta el neki, mert akkor ugye dekonspirálódott volna, és hanem Gyuri egy szorgalmas ügynök volt, és nagyon részletesen jelentett a családról. Uh-huh. Én egyébként emberileg szerettem a Gyurit, nagyon helyes ember volt. Azután is, hogy kiderült? Hát 90-ben megkapta az anyagot, apám hazahozta a jelentéseket, és napokig éjszakába menően olvasta ezeket az anyagokat, és az fájt neki, ugye a Gyuri ott dolgozott a miniszterelnökségen, az fájt neki legjobban, hogy nem mondta el. Uh-huh. És utána azt mondta, hogy ezentúl nem tud benne megbízni, és egzisztenciálisan, hogy ne sérüljön, intézkedett, hogy egy másik tárcánál legyen. De attól kezdve ugye nem tudott megbízni benne. A személyes érintettség mellett mi volt az elképzelés a magyarországi ügynök kérdésről, hogy hogyan lehet ezt kezelni, vagy lehet-e ezt egyáltalán kezelni? Hát ugye nagyon nehéz kérdés. Én nem vagyok hívva az irat nyilvánosságnak, ugyanis az iratok hiányosak. Ugye aki igazán érdekes volt hosszú távon, azok az iratok Oroszországban vannak. És ezek az emberek, akik érintve voltak, családjaik, apám nem akarta, hogy meghurcolják őket. Azt mondta, hogy ameddig a parlamentben velem szemben Horn Gyula ül, meg Gál Zoltán, addig nem fogok megalázott, meggyötört embereket pelengére állítani. Ezt mondta nekünk otthon szó szerint. És ezért nem volt híve ennek. Lett volna ereje egyébként? Ezt azért kérdezem, mert hogyha... Ja, és tudom, hogy még egy nagyon fontos, hogy az SZDSZ-ben is voltak hálózati emberek, de azokat Acél György időben kiszedte. És nyilván az MDF és a koalíciós pártok sem húzták meg, tehát hogyha tudom 81-től kezdve, hogy váltás van, és akkor a IMF-ben 82-ben belép az ország, onnantól kezdve azért lehetett sejteni, valami történni fog, tehát el lehetett helyezni. Hát apám elvesztette volna a kormánytöbbséget, hogy egy teljesen végrehajtott valódi átvilágítás, aki elveszti a kormánytöbbséget. Tehát bukik a kormány. És mi a helyzet a igazságtétellel? Szintén egy olyan téma, ami egy erkölcsi, morális kérdése a rendszerváltozás időszakának. Mit látott ebben az ügyben? Meg lehet-e? Hát mi ezzel beszélgettünk otthon, ő neki az volt a meglátása, hogy ezt megfogod egy pillanatra, egyszer egy gyötörtem ezzel a kérdéssel, és azt mondta, ide figyelj Péter, fölvérte a hangot, ritkán szokta, de akkor fölvérte. Most vagy ezzel foglalkozom, vagy kormányzom. És így fölemelte a hangját. Tehát, és akkor értettem meg azt, hogy ahhoz képest, hogy talpon kell tartani az országot, gazdaságilag, politikailag, hogy ki kell lépni, illetve hogy meg kell szüntetni a VSZ-t, a KGST, stb. Ahhoz képest, hogy ki volt házózati személy 10-20-30 éve ezelőtt, teljesen mindegy. Tehát olyan nagyságú kérdések voltak a Antal kormány számára, ami ahhoz képest teljesen mindegy. Kárpótlás, ami ugye a kisgazdáknak a fő kampány témája, ott is ugyanez volt a álláspontja, hogy jó, legyen belőle valami, vagy hogyan? Én azt láttam, hogy ő úgy látja, hogy nincs jó megoldás. Uh-huh. És hogy ez egy újabb és újabb sebet tép föl, hogy akkor hova nyúljon vissza a kárpótlásban. Uh-huh. Tehát, hogy ő nagyon érdekes volt egyszer,
90 nyarán még itt a régi ügyekből, hogy kinevezett valakit, és én ugye MT-be dolgoztam, és azt hittem, hogy nem tud róla. És a családi ebédnél mondtam neki, hogy ez az ember az állambiztonságnál dolgozott hírszerzői állásban, és erre, mert azt hittem, hogy nem tudom, és ott röhögtek a kollégáim, fotós kollégáim, hogy na, Antal mellé fogott. És akkor azt mondta, hogy na ide figyelj, Péter, most vagy ezzel foglalkozom, vagy kormányzom. Egyébként tudok róla, azt mondta. Azt nagyon sok dokumentum igazolja, hogy egyébként pontosan tudta, hogy ki kicsoda, mit csinál, hogyan minden csinál. Tudom. Tehát, hogy... Minden tudom. Nyomon követte az embereket? Vagy honnan voltak az információk? Igen, a családi persze. Legendáriumokat hát az is, meg hát egy egész államapparátus azért dolgozott neki. Rendben, de ő már ugye 90-ben is nagyon sok mindenkiről tudta, hogy... Tehát még mielőtt hát ugye ez egy nagyon érdekes dolog volt nála, hogy irtózatos memóriája volt, és rend volt a fejében. Tehát a beérkezett információkat ő azonnal elraktározta, és a akkor adekvát helyen és időpontban használta. És olyanok voltak, hogy gyere szívem, hogy beszélt egy nagykövettel, nem látta, mit tudom én, 15 évig, és utána volt egy ilyen fogadás, és utána lépett egyet, majd visszalépett, és mondta a nagykövetnek, a feleségének, hogy mi újság Bulgáriába, mert beugrott neki, hogy 15 évvel ezelőtt találkoztak ilyen arabista vonalon, és hogy a felesége bolgár. Tehát apámnak az volt az egyik legnagyobb, nem csak az, hogy rend volt a fejében, hanem pokoli memóriája volt. Ugye? Tényleg. A kormányzás mellett és a közpolitikai ügyek mellett ugye magával a kormánypárttal is foglalkoznia kellett, az ellenzék mellett. Kormánypárton belül Bíró Zoltánnak a neve szóba került már, de hát ő ugye már korábban kvázi kisodródott, viszont Csurka végig a párton belül van. Hogyan alakult az ő viszonyuk? Mit lehet arról tudni, hogy mi volt a véleménye róla? Hát, mint írót kedvelte, és az a helyzet, hogy nem vette komolyan sokáig. Csurkát? Mint politikust? Csurkát. Igen, mint politikust. Már a kormányzás időszakában is? Igen, hát szórakoztatónak találta Csurka, amiket mond, de hát fel nem merült az, hogy esetleg a kormány tagja legyen. Tehát ugye a Szadesz az annak idején próbált ezt bedobni, hogy ő esetleg kormánytag legyen, de hát ez fel sem merült egyébként. De úgy gondolta, hogy amit ír Csurka, hogy hát ez csak nem gondolja komolyan? Vagy? Hát elszórakoztatta, hát igen, apám kim volt Amerikában a zsidó kongresszusnak volt egy ilyen meghallgatása. És apám nem akart elmenni erre a meghallgatásra, és akkor a ővele szimpatizáló amerikai politikus azt mondta, hogy hát miniszterelnök úr, erre a meghallgatásra el kell menni, mert az a 4 ember, aki ott lesz, ki tudja fizetni a magyar államadóságot. És akkor ezeknek le volt fordítva a Csurkának az éppen aktuálisan, hogy miket mondott, és földolgozták, és az volt az érdekes, hogy utána hazajött, és a sajátjainak meg is mondta, hogy ő nem hajlandó azt a szerepet eljátszani, hogy a Csurka valamit böffent éppen, és utána ő meg mehet Amerikába magyarázkodni. Mm-hmm. Tehát kedvelte, mint írót, és nagyon nem kedvelte, mint politikust. Vívódott, hogy mit csináljon vele? Nagyon. Hát ugye apámban volt egy gátlás a régi, tehát az MDF eredeti kemény magával szembe, hogy ő később csatlakozott a fórumhoz, és ezért neki egy komoly lelki vívódás volt az, hogy Csurkától hogy lehet megszabadulni. Mivel, hogy mégiscsak az egyik alapító, akinek így a neve ráadásul ismert volt, és nem a MDF miatt lett ismert a neve, hanem az MDF lett
Csurka miatt ismert. Igen. És akkor ez neki nem csak politikai, hanem emberileg is. Igen. Mert hogy kedvelte magát a szemét. Hát ez szórakoztatta, igen, de politikai tényezőként nem tartottam. Ez egyébként Csurkát zavarhatta? Érezhette? Éreztette vele? Hát ugye Csurkát felhasználták Lezsákék igazából. Tehát vele mondattak ki olyanokat, ami a tagságban, ugye a 92-es ominózus Csurka tanulmány, az ugye a tagság, ugye tudták az emberek sokan a fórumban, hogy Antall József halálos beteg, és hogy valami, és hogyha így mennek a dolgok, akkor az MDF elveszti a választást. Tehát ezt lebetíthetjük egzisztenciális kérdésnek is. És gyakorlatilag azt mondod, hogy a tagságnak ennek az álláspontja, vagy a tagság ezen részének ez az álláspontjának az artikulációja, az gyakorlatilag Csurkán keresztül zajlik. Igen, én ezt már, ugye Csurkánk augusztusban volt ez az ominózus dolgozata, én ezt az év elején Pősze Lajos, akkor a Szerencsejáték RT vezérigazgatója volt, a Lajostól én ezeket, amiket a Csurka később írt, ezeket sorra hallgattam. Mert ugye a Lajos az a Csurkát támogatta annak idején. Kik voltak azok, akik MDF-en belül édesapádnak a szilárd támaszai lehettek ezzel szemben? Tehát kik azok a személyek, akik azt lehet mondani, hogy számított minden politikai ütközetben? Hát az első Boros Péter bátyánk, ő egy nagyon fontos személyiség volt, nem csak azért a szolgálatok vagy a BM miatt, hanem mert rend volt a fejében. Elfogadta apámat, mint első számú vezetőt, és köszönöm, Maci, és elfogadta, mint első számú vezetőt, de egyeztetett vele. És apámnak a kifejezett az, hogy az utódlásban Boros kövesse. Ez kifejezte, otthon is többször mondta. Rajta kívül kik? Hát ugye Szabó Iván volt még, de Ivánt nem akartam. Már hogy utódjának. Igen, utódjának. De hogyha nem az utódlást kell nézni, hanem csak egyszerűen az, hogy kik azok, akikkel mondjuk megbeszélte az éppen aktuális problémákat, akikkel politikailag tudott beszélgetni, tervezni, tanácskozni, elemezni, ezek kik lehetnek ezek a személyek? Hát, milyen politikusnak vannak ilyen közege? Hát ugye, hát elsősorban Boros volt. Én azt tudtam, hogy bármilyen komoly probléma volt az országban, bármilyen feszültség, megszólalt a telefon, és hát Boros ilyen katonásan beszélt. Mindig, itt Boros, apád? És akkor hát mondtam, hogy még nincs otthon, hát most nem tudom, hol van. Hát szóval, és akkor mondtam, vagy otthon van, és akkor mondtam neki, hogy előásom mindjárt. És akkor megkerestem. És akkor az volt, hogy aki még... Apám nem szerette, hogyha a politikusok följárnak a Művész útra. Nem azért, mert ott valami nagy titok lett volna, mert az a Művész úti ház egyébként építészete össze volt hányba amúgy, hanem az, hogy az volt az elve, hogy a kormánytagok egyik se érezze azt, hogy közelebb áll hozzá, mint a másik. Így Jeszenszky, hiába unokanővérem férje, ő se, igen, akkor volt fönn a Művész úton, ha a többi miniszter is. Maci, ne igyál kávét. Köszönöm. Szóval érdekes volt. És hogyan alakult viszony a Göncz Árpáddal? Mert hogy az SZDSZ részéről ugye nyilván Göncz a legérdekesebb személy, hiszen évtizedek óta ismeri. Igen, hát ez nehéz kérdés. Ugye, hát apám találta ki Göncz Árpádot, és az SZDSZ nem is értette, hogy miért pont a Göncöt. Tehát Kis János kifakadt egyszer, hogy miért pont a Göncöt preferálja. És akkor, és hol a feleségem? Ott. Foglal le a Klárit. És Maci, na pillanat, most egy kicsit üljél le szívem, jó? Mert kettőre nem fog, egyfelé se tudok figyelni, hogy kettő. És tehát, hogy Árpi bácsinek fontos szerepe volt, ugye a 80-as években rendszeresen ugye eredetileg kisgazda volt, ugye feltűnt nálunk, de ezek a megbeszélések nem a Meredek utcában voltak, hanem a múzeumban. És hát ugye volt több ütközetük, de a legélesebb ugye a taxis blokkád körül volt. És utána hogyan tekintett erre a döntésére, hogy Göncöt
preferálta, hogy legyen ő a köztársasági elnök. Persze más nem csinálhatott, mert valakit ki kellett választania, valakit oda kellett adnia. Hát, megbánta ezt a döntést? Vagy úgy volt vele, hogy hát valószínűleg a többiek még rosszabbak lettek volna. Valószínűleg igen. De csalódott Göncz Árpádban, azt mondhatom. Rátekintve erre a 4 évre, mi az, amit a legnagyobb eredményének tartasz ennek a 4 évnek? Vagy, illetve édesapád mit tarthatott annak? Hát szerintem a külpolitika, amit hát ugye a főcsapást nem Jeszenszky vitte, hanem Antal József. Géza az végrehajtója volt a külpolitikának igazából, és de az eszmei részét ugye apám határozta meg, és az, hogy elindította egy olyan úton Magyarországot, amiről nem lehetett letéríteni később sem. Párton belül meg kellett győzni a társait, akár a képviselőtársakat, akár a minisztereket, akár magát a pártot, hogy ez az irány, és akkor nincs itt középutasság, nincs itt harmadik utasság, itt euróintegráció van? Hát ugye ezeken nem vettem részt, de hát ugye hallottam tőle, hogy azért sok értetlenség volt, igen. Miniszterek közül is, tehát felső vezetők között is, vagy mezei tagság? Igen. Uh-huh. És hát nem akarok személyeskedni, de ugye azért otthon lecsapódott ez, hogy ott komoly eszmei viták voltak a kormányon belül. Tehát amikor hazament, elmondta, hogy akkor éppen... Igen. És akkor ti ezekkel így szembesültetek. Igen, nem abszolút, csak nem lehetett róla beszélni. Azt mindig megmondta, hogy amit most fejtegetek nektek, azt nem lehet elmondani sehol. És ez volt a legnehezebb egyébként. Ugye az ember, én 26 voltam, és eljátszhattam volna, hogy hú, de tájékozott vagyok, és nem lehetett elmondani senkinek. Emberileg titeket, a családnak a tagjait érték megkeresések, amelyek egyértelműen politikai irányultságból jöttek? Hát elmondok egy fotóztam a Bodrogi Gyulát. Bodrogi Gyula kitalálták, hogy a cég, amelyik a lemezborítót finanszírozta, az egy, úgy hívták, hogy Zephyrus Kft. És találkoztam a Bodrogi Gyulával, lefényképeztem a Bodrogi Gyulát, és mondta, az Antal kormányról úgy beszélt, hogy az ezek. És nekem is. És akkor mondja, hogy hát hallja, hogy hát Kis Antal vagyok, mondom, ja. És akkor azt mondja, hogy hát ő olyan képet akar magáról, ami Humphrey Bogartra emlékeztet. Hát mondom, hogy varázsló nem vagyok. És akkor nem, jó, hát lefényképezem, ami olyasmi volt, hogy nem tudom milyen egér, ilyen, meg is jelent a lemezborító egyébként. És akkor nem akartak kifizetni, 30 000 forintról beszélünk a lemezborító, hogy a Bodrogi Gyulának nem tetszik, és akkor találkoztunk a Gellért hegyen egy ismerősömnél, és akkor azt mondja, aki pénzelte ezt a lemezt, hogy hát hogy el kéne nekem valamit intézni, és akkor egy kambodzsai olaj befektetés. És hogy ezt a kőolaj és gázipari tröszt vásárolja meg, és viszont akkor ugye átapám azért kitanított minket, volt kellő radarom hozzá, és akkor mondom, hogy kik vannak ebben benne, mondott neveket, és többek között a Baja Ferenced, Nyíregyháza, és akkor... És én kapnék ezért 60 millió forintot. Na most 91-ben 60 millió forint az 30 budai garzonlakás. Tehát csak az arányok. Mert azt tudom, hogy 94-ben anyámék vettek nekem egy garzonlakást 2 millió 6-ért talán. Tehát hogy innen lehet számolni, hogy 60 milliót egy kambodzsai olajmezőn akartak bevásárolni. És akkor én ugye a festőművész barátomnál volt ez a beszélgetés, hazagyalogoltam a Sashegyre, apám fönn volt persze, éjjel 00:30, és mondta, hogy hol voltál, mondom, hát a Ferinél, Veszeli Feri festőművész barátom. Igen, ki volt ott? És akkor azt mondja nekem, hogy
Elmondtam neki ezt a megkeresést, azt mondta, na akkor most ide üljél le, és akkor mindent szó szerint írjál le. És akkor leírtam neki, odaadtam, és mint egy ilyen hármas jelentést leírtam neki, és akkor, hogy mi lett a sorsa, azt nem tudom, az biztos, hogy többet nem kerestek. Tehát kifizették a lemezt, borítót, de többet nem kerestek. És később aztán az egyik résztvevője a megbeszélésnek egy autó csomagtartójába került elő, de nem élve. Tehát, hogy ez egy kemény ukrán maffia kör volt. És itt jön az, hogy apám hogy nevelt minket, hogy fel nem merült az, hogy én ebbe bármibe is belemenjek, vagy azt, hogy ne mondjam el otthon. Féltett benneteket? Nagyon. És említetted, hogy kitanított. Abszolút. Mire? Tehát, hogy hogyan lehet ezt fölismerni? Vagy, hát mit kell, vagy arra, hogy mit kell tennetek ilyen esetben? Amikor pár napja volt miniszterelnök, akkor azt mondta, hogy meg fognak benneteket keresni felsorolt szolgálatokat, és nektek tudnotok kell, hogy nem mehettek bele, leültetett minket, a bátyámat és engem, nem mehettek bele semmibe, mert ti nem tudjátok, hogy azok valójában kicsodák, az a cég, és minden ilyen megkeresést írjatok le, és adjátok oda nekem, majd ő intézi. És ez így is volt. És akkor gyakorlatilag folyamatosan kaptál mondjuk egy megkeresést, nem, nyilván ez egy csali, persze. És akkor ott utána a beszélgetésnél jön egy ajánlat, és akkor neked az volt a feladatod, hogy akkor jelensd édesapádnak, és akkor utána valami. Csinálta, amit gondolt, igen, gondolom, hogy odaadt az elhárítást. Tehát nyilván ezen rajtatok keresztül próbálták megfogni őt. Így van. Beszéltünk arról, hogy mi volt a legnagyobb eredmény. Mit tekintesz a legnagyobb kudarcnak, vagy annak a témának, amit lehetett volna jobban? Mert vannak olyan külső tényezők, amit egyszerűen nem lehet jobban csinálni, és csak rosszul tudod csinálni, mert hogy nincs lehetőséged. De mi az, amit mondjuk lehetett volna jobban? Hát nyilván egy más kommunikációs világban a sajtót talán jobban lehetett volna kezelni. Nem biztos, hogy ellenség kellett volna mindenkit kezelni. De ő otthon néha kifakadt, és azt mondta, hogy engem nem lehet eladni úgy, mint egy mosóport. Tehát, hogy ő apám önmaga volt. Tehát, hogy ő pont nem érdekelte az, hogy mit mondanak a szegény piárosai. Uh-huh. Otthon még köszörülte is rajtuk a nyelvén. Uh-huh. És szakpolitikai témákból, mert ugye egy kommunikáció, ahogy jelezted, van egy ember, az vagy önazonos a sajtó előtt, vagy nem önazonos, de előbb-utóbb ki fog derülni, mert hosszú távon nem lehet fönntartani egy látszatot. Tehát el lehet játszani, hogy valaki milyen cuki, vagy hogy milyen emberarcú, de egy ponton túl ez nem működik, tehát ki fog derülni előbb-utóbb. Ha ezeket a témákat félretesszük, tehát nem a sajtókommunikációt, szakpolitikákat tekintve. Hogy melyik volt a legnagyobb érdeme azon? Nem, hanem melyik az, amire azt lehet mondani, hogy utólag önkritikusan, vagy nem is kell önkritikusnak, de hogy na, ezt lehetett volna talán jobban. De nem azok, amiket külső tényező, mondjuk a nagyobb lehetett volna a gazdasági fellendülés. Hát ez az államadósága a sok sikert. De hogy ez egy megszabja a kereteket. Hát az egyik az mindenképpen az, hogy talán másképp kellett volna a kommunikációt. Én szerintem olyan nagyon más nem lehetett volna csinálni. Ugye mit mondott Antal József, erre tudtuk, hogy mit kellene tenni, és tettük azt, amit lehetett. Beszéltünk arról, hogy voltak megkeresések, amiket kaptatok. Így van. 1994 után voltak olyan személyes kapcsolataitok, vagy akár anyagi kapcsolatok, tehát munkák, amik megszakadtak, és így utólag nézve előfordulhat, hogy ez itt a politikai okoknál adódnak. Hát bőven. Tehát, hogy most ezt vagy elhiszik, vagy nem. 90. Én azt mondtam, hát utólag egy kicsit szégyellem is, egy apámnak mondtam, a halál előtt egy pár hónappal, hogy el fogja veszteni az MDF a választást, ugye te halálodon vagy, az MDF el fogja veszteni az a választást, és mi lesz velünk, hogy fél év múlva nyer a szocialista párt, és utána pár hónap múlva nem lesz állásom. Egyébként így is lett. És hogy valamit találj ki, hogy miből élünk. És hát ez annyira
belegyalogoltam a lelkébe, hogy ezt többet nem bírtam előhozni, de sajnos az élet az engem igazolt amúgy, és egy lapnál voltam, 95-ben eladták a lapot, kipasszíroztak a laptól, és attól kezdve 97, tehát 2,5 évig nem volt munkám szinte, és hát ez nagyon vicces, mert ilyet tényleg értem lehet kitalálni. Itt volt Chirac elnök 97-ben, elején, talán január, és anyám, akkor már nem tudtam fönntartani a lakásomat, és visszaköltöztem anyámhoz. De nem a Versailles kastélyt, hanem egy 50 négyzetméteres lakást, és annyira nem volt munkám, és anyámnak jelezte a külügy, hogy Chirac elnök szeretne vele találkozni, és a Hiltonba találkoztak is. És anyám vett egy nagy levegőt, anyám egy karakán hölgy volt egyébként, és elmondta egy levegővel Chirac elnöknek, hogy a magyar sajtó a Pétert nem hajlandó foglalkoztatni, és hogy nálam lakik, mert komoly megélhetési gondjai vannak. És Chirac elnök másnap elmegy, egy keddi napon otthon vagyok, este 8 óra körül, megszólal a telefon, Göncz Árpád. Hát, hogy Klárika, hallom, Klárika, hogy Chirac elnöktől, hogy Péternek nincs állása. Erre hát mondta anyám, hogy hát igen, hát mióta ugye a reformot eladták, és ugye kipasszíroztak a laptól, utána tényleg nem volt. És ahogy megkérdezte Göncz Árpád, hogy miben segíthetek. És akkor bementem a Németh Péterhez, ő volt akkor a Postabank, most Népszavás, én itt ismertem persze a sajtóból, Media Holding, Postabank Media Holding vezetője, és akkor fogadott, és akkor azt mondta Németh Péter, hát hogy elágasztunk jobbra-balra, és akkor mondom, hát mutogatnék képeket. És erre azt mondta, hogy Péter, mindenki tudja, hogy jó riporter vagy, te is tudod, hogy nem erről van szó. De hát Chirac elnök. Na, akkor elmentem az MT-be, és ugye én MT is voltam régen, szerződéssel végül is visszamentem az MT-hez, majd onnan aztán a Duna TV-be dolgoztam, a Duna TV PR-on. És utána meg az igazságügyminiszteri miniszteri kabinetbe, de utána ugye az már a Orbán kormány alatt volt. És akkor 98 nyer a Fidesz, és akkor a Viktornak az eskütételekor belefutok a Kuncéba. Édesanyámmal megyek a folyosón, és belefutottunk a Kuncéba. Anyám mondta, nagyon kedvelte Kunce, akkor ugye belügyminiszter volt, és azt mondja, haj, hát Klárika, és akkor odafordul hozzám a Kunce, hogy a régi problémád megoldolod? Mondom, hogy Jézus Mária, mit csinálhattam, mondom, a belügyminiszter, mert rákérdez nekem, hogy a régi problémád megoldódott-e, mondom, mit csinálhattam, és akkor néztem rá, és azt mondta, hát a munkaügy az, hogy a munkanélküli voltál. Mondom, hogy ja, hát azt megoldod. Tehát, hogy valóban Chirac elnök utólag kiderült, akkor elmondta Kunce, hogy Chirac szóvá tette Horthy Gyulának, Kovács Lászlónak, és még nem tudom én kinek, szóval még a kormányülésen is foglalkoztak velem, ez még hizelgő is lehetne, és amikor 2002-ben elveszítjük a választást ismét, akkor Kis Elemér megkeresett, hogy hát ők figyelnének rám, és akkor én az igazságügyi minisztériumban maradhatok. De akkor már ugye alakult a pártalapítvány, és a fórumnak ugye az Antal József pártalapítvány, és akkor hát igazából ott dolgoztam, mert ugye velem egyébként korrekt volt a miniszter, de hát ő se akart velem dolgozni, én se vele, és egyszer egy ilyen este dolgoztam, és akkor ilyen este ilyen 7 órakor mentem el, és a Nagy Sándorral és a Baja Ferivel, és akkor hát azt mondtam, hogy na hát ezt 4 évig én ezt nem bírom ki, hogy őket nézzem. És akkor még azt hittük, hogy 4, aztán lett ugye 8. Szóval, és akkor aztán így lett a fórum, a pártalapítvány. És azt hogy éltétek meg, amikor az MDF-ből kivál az MDNP? Tehát édesapádnak nyilván voltak elképzelései, volt egy pártja, és mondjuk ott vagytok a 94-es ciklusban, és egyszer csak így azt látjátok, hogy ilyen
oldódik. Hát ugye ez azért nehéz, mert ugye a testvérem benne volt az MDF-MDNP szakadásba, és én a fórum, tehát hogyha Antal Józseftől lehetett sok mindent tanulni, az egyik az volt, hogy ő mindig azt mondta, hogy meglévő struktúrára kell ráülni, és nem kiugrani a vakvilágba. Tehát, hogy én ezt meg is mondtam a testvéremnek, hogy nem tanultad meg otthon a leckét, és én az MDNP ellen voltam. Tehát, hogy nem a személyek ellen, hanem az, és hát a választások igazoltak. Én emlékszem, anyámnál volt egyszer egy ilyen vacsora, és ott voltak az MDNP-nek az akkori vezetői, akik egyébként helyes emberek voltak, csak éppen lehetett látni, hogy nem lesz belőle meg az 5%, azon kívül hát Orbán megvezette őket. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.